Megérte. És a fát. Nézzük meg a fát. Hogy tudjuk felszállítani az emeletről, a legfelső emelete lesz. Ez a fa Vereckéről származik, a Volóci járásból. Maga a fa közvetlen a vereckei emlékmű környékén lett kivágva. A vereckei emlékműt pedig, mint tudjuk, a honfoglalás, Kárpát-medencé bevonulása 1100. évfordulójának állít emléket Verebes község mellett. A vereckei hágóra és környékére magyarok ezrei, magyar turisták ezrei látogatnak el, és ez egy szimbolikus gesztus, a jó akarat jele, hogy pont éppen az emlékmű környékéről hoztuk ide ezt a fenyőfát. Ha ezek a magyar turisták ott járnak, akkor minél barátibb közegben élvezhessék mindazt a szépséget, mindazt az élményt, amit a verecke, a hágó, az emlékmű nyújt számukra, és ebben nekünk nagy segítségünkre van Pifkács úr, a Verebesi önkormányzat, a Volóci járás vezetősége, akikkel az utóbbi néhány évben nagyon jó baráti együttműködést tudtunk kialakítani. Azt gondolom, hogy ez az együttműködés lehet az áloga annak, hogy azok a magyar turisták, akik oda látogatnak, otthonon érezzék magukat, biztonságban érezzék magukat azon a környéken. Mindig a legkellemesebb pillanatok, talán a legszebb pillanatok, amikor a karácsonyfa felállítása történik. A díszítése még most nem, de már ez is az előkészület, a várakozásnak a pillanatait mutatja, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ilyenkor érezzük a friss fenyő illatát, érezzük ennek a hangulatát, és valóban egy olyan ünnepre készülünk, ami az évben csak egyszer van, és ez többet jelent a keresztény hívő emberek számára, mint bármely más ünnep. Az idén a magyarok karácsonyát, azt mindenképpen kárpátaljai testvéreinkkel kellene megünnepelnünk. Miért gondoltuk ezt? Szeptember 29-én avattuk fel a Nemzeti Összetartozás emlékművét, amely egy szimbolikus turulmadár. A vereckei hágónál szintén egy szimbolikus turulmadár van. Ott nagyobb szimbóluma van a műalkotásnak, ez igazából, ami ide leszállt a vereckei hágóról az emlékparkban, ez azért nagyon jelentős, mert ez a Nemzeti Összetartozás emlékműve. Ezért úgy gondoltuk az idén, hogy mindenképpen kárpátaljai testvéreink erejéből kellene merítenünk, hiszen az ő élni akarásuk, az ő magyarságuk tulajdonképpen olyan erősen maradt még meg a hányattatott sorsuk ellenére, hogy abból minden magyar meríthet erőt az egész világon. Ezért gondoltuk azt, hogy a konzulátusokkal felveszünk a kapcsolatot, és Verebes település ajánlotta fel azt a fenyőfát, amely a magyarok karácsonyán feldíszítve tulajdonképpen a magyar életfájának is lehet nevezni majd. A kárpátaljai magyar testvéreink lesznek díszvendégeink is. Hát számos vendégünk fog érkezni, fog egy gyerekkórus, de betlehemes játékokat is elő fognak adni, illetve hát bemutatják azokat az értékeket, néprajz és kulturális értékeket, amely az adott tájegységre, tehát Kárpátaljára jellemző. Ez december 20-án, pénteken lesz, 11 órakor kezdődik az ünnepség a Nemzeti Történeti Emlékpark Árpád termében. Sok szeretettel várjuk a vendégeket, természetesen az ünnepségen való részvétel és az emlékparkba a belépés ingyenes.